Pálinka történeti dokumentumok gyűjtésével kezdődött, majd 2010-ben a Quintessence elnevezésű pálinka versennyel folytatódott, és 10 év leforgása alatt több mint 3 szobányi kultúrtörténeti gyűjteményé dagadt a nemrég átadott Ongai Pálinka Múzeum. És ma akkor is úgy gondolkoztunk egy kicsit ilyen csomagban, hogy a pálinka kultúrához ne csak a verseny tartozzon, hanem ahhoz különböző képzések, oktatás, a tárgyi, a írott emlékeknek a gyűjtése, és azt valamilyen formában tárjuk a nagy közönség elé. És ennek több vetülete volt eddig is, tehát például megjelentettünk minden évben, most már az 5. éve egy pálinkás könyvet, amiben a jelen, múlt és a jövő mentén vannak tanulmányok, és hosszú éveken keresztül gyűjtöttük a múzeumhoz is az anyagot, tehát ez gyakorlatilag tényleg azt kell mondjam, talán 2010-től, és most jutottunk el oda, hogy ezt a nagy közönség elé is tudjuk legalább egy részét tárni. Maga a múzeum épülete az tavaly egy pályázati forrásból, részben pályázati forrásból az önkormányzat és az Kulturális Egyesület konzorciumi együttműködése révén újult meg, nem kis önerővel. Maga a kiállítás pedig az idén augusztus 15-én nyílt meg. Ekkorra jutottunk oda, hogy már belül is valamilyen szempontból a nagy közönség elé tárhatjuk azokat a relikviákat, amelyeket a hosszú évek alatt összegyűjtöttünk. Itt szinte minden megtalálható, ami a pálinkával összefüggésbe hozható. A múzeum éppen ettől egyedülálló. A gazdag gyűjtemény olyan zúgfőzdei berendezéseket is tartalmaz, amelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal foglalt le és adott az intézménynek, és még számtalan egyéb relikviát rejtenek a falak. De pálinkás üvegeket külországból, vagy pedig hazánkból, amelyeken címkék vannak, olyan könyveket, ami a pálinkákhoz kötődnek, különböző címkéket, ami a régi üvegeken voltak, abban is több száz van a gyűjteményünkben, lassan körülbelül mondjuk 1000. Rengeteg fotó található a régi navosok működésével kapcsolatosan, de vannak fotóink a különböző főzékről, gyümölcsfeldolgozásról. Megtalálhatók a Quintessence pálinka versenynek a díjnyertes pálinkáiból jó néhány, amit megint be tudunk mutatni. Vannak kis üveges olyan pálinkáink, amelyek ugye mutatják a széles palettát, hogy nemzetközileg is ugye a pálinka, illetve a pálat az hogy jelenik meg, és a sort hosszan sorolhatnánk, különböző makettekkel, illetve mint tudom én, a hordók, a demizsonok, a legkülönbözőbb tárolási eszközöknek is megpróbáljuk bemutatni a történetét. A csaknem 2000 darabos pohárgyűjteményben igazán egyedi és értékes darabok is megtalálhatóak. Ez az Andrássyaknak volt ebből a szempontból, az Andrássy Manónak volt konkrétan egyébként a pohara. Ez is ugye egy egyedi, a címer is látható rajta. És talán az még érdekes, hogy a legklasszikusabb és nem a legrégi poharat fogom most mutatni, de a klasszikus régi poharaknak a formája, a pálinkás poharaknak az ez volt, és ezt kevesen tudják. Egy kicsit olyan, mint a kiöntő, akár a boros vagy a pálinkás, de ezek azok, amelyek ugye a legeredetibbek, mondom, nem feltétlenül a legrégebbi, de a 19.-20. század fordulóján, vagy akár a horti korszakban ez volt a legáltalánosabb pálinkás pohár forma. A Pálinka Múzeumot az Ongai Kulturális Egyesület üzemelteti és gondozza, csak úgy, mint a község helytörténeti múzeumát. A 21 éve alakult szervezet sokoldalúan vesz részt a helyi közösségi életben, közösség formálásában, tájékoztatásában, a kulturális örökség megóvásában, tevékenysége rendkívül széles spektrumot ölel fel. Az egyesület volt az, aki ugye ötletgazdája és megvalósítója volt például a különböző domborműveknek, emlékműveknek. Tehát van Ongai néveredet emlékmű, amit mi állítottunk, de a II. Világháború zsidó emlék áldozatainak zsidó emléktábláját is, Görgei Artúrnak két domborművét is a településen. Mi készítettük a honismereti tanösvényt 11 állomásból, és ahhoz kapcsolódóan információs táblákkal, és a településen különböző kulturális rendezvények, jó nagy száma fűződik a nevünkhöz. Előadások, akár színházi előadások, koncertek, és amin talán nem utolsó, az utóbbi években egy termelői piacot próbáltunk kialakítani, amely nagyon népszerűvé vált nem csak a helyiek, hanem a környező települések számára is, és nagyon sokan mintaként is tekintenek rá. Abban különleges ez például, hogy mindig van hozzá valami fajta kulturális rendezvény, kulturális program, és mindegy kapcsolódik hozzá a gyerekeknek is programsorozat. Az egyesület következő terve egy olyan 30-40 fő befogadására alkalmas központ kialakítása, ahol tréningeket, oktatásokat tarthatnának. Az elképzelések között szerepel még a szabadtéri kiállítás bővítése is.